Hogyha jól számol, azt hiszem, ez már egy ilyen negyedik alkalom, hogy nemzetközi konferencián itt társszervezőként részt veszünk a Kárpátaljai Magyar Főiskolával karöltve, és a főiskola főrendezésében zajló eseményeken. Ez egy nagyon érdekes téma, és valószínűleg itt érdemes talán, tehát pontosabban a Kárpátalja egy olyan helyszín, ahol érdemes ilyen témákkal foglalkozni, hogy egy nagyon különleges térségben vagyunk itt Európa közepén, és mégis sok különböző gazdasági integrációnak a határán, gondolok itt az Európai Unióra, nyilvánvaló Ukrajnára is. Ami itt érdekesé teszi ezt a nagyon multikulturális közeget, ahol nyilvánvalóan a magyar kisebbség is évszázadok óta jelen van, de más népekkel együtt élve olyan közeget alakított ki, ahonnan azért nagyon sok jelentős gondolkodó származott, mind magyar, mind nem magyar gondolkodók, és többek között egyébként, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye Beregszászról származik az első közgazdasági Nobel-díj, vagy az egyik első közgazdasági Nobel-díj nyertes is, illetve pontosabban annak a családja, Milton Friedman, aki egy magyar zsidó felmenőkkel rendelkező úriember volt, és már ugyan New Yorkba született, de nem sokkal előtte vándoroltak ki a szülei innen ebből a közegből. Tehát a gazdasági kérdésekkel egy ilyen nagyon izgalmas közegben ezért is érdemes foglalkozni, mert hát azért is, mert látni kell, hogy nehéz gazdasági helyzetben van ez a térség most, és érdemes akár kutatásokon keresztül is közelebb jutni ahhoz, hogy milyen megoldásokat lehet találni itt a jövőre nézve, hogy aztán egy olyan helyzet álljon elő, hogy a következő Nobel-díjas, aki ebből a térségből származik, se ő, se a családja ne gondolkozzon azon, hogy elhagyja ezt a térséget, és itt alkosson, és itt találja meg a számításait. Ebben egyébként a magyar kisebbségi közösségnek rendkívül nagy szerepe van, mi ezért is társulunk mindig boldogan ezekhez a rendezvényekhez, akciókhoz, mert nyilván egyrésztről a mi intézetünk is felelősséget visel a határon túli magyar közösségekért, de másrésztről azt is kell látni, hogy ezek a közösségek hathatósan hozzá tudnak járulni az egész magyar tudományosságnak a teljesítményéhez. Ez a konferencia is ezt bizonyítja. És egyébként meg a többségi nemzet partnerségében az adott országnak a tudományos teljesítményét is gazdagíthatják, mint ahogy itt látható is volt, szép számban jöttek el egyébként Ukrajna belső részeiből, de más országokból is résztvevők. És hát akkor még a számvitelről érdemes pár szót ejteni, mert hogy ez egy aktualitást ad egyébként ennek az eseménynek, nem csak az, hogy 50 éves ugye a közgazdasági Nobel-díj, de az is, hogy a számviteli műhely itt a főiskolán belül az egyik inkább legjobban kibontakozott és legtöbb kapcsolatot ápol talán itt a főiskolán belül a különböző egyéb ukrajnai képzőhelyekkel. És azt kell látni, hogy az a fajta technológia forradalom, ami most az egész gazdaságunkat átjárja, az bizony lecsapódik a számvitelben is, és fura módon ott is egyébként visszaköszön és begyűrűzik ez a digitalizáció és az ezáltal teremtett új lehetőségek, ami abban is lecsapódik egyébként, hogy az élő munka a igény az rohamosan csökken a robotizációval, még ezen a területen is, ami alapvetően egyébként klasszikusan papírmunkára épül. És ezt hallottatok egyébként mind a magyarországi, mind a főiskoláról jövő, mind pedig a Ukrajna más részéről érkező előadók által is, hogy most ez nagyon foglalkoztatja ez a kérdéskör ezt a szakmát, úgyhogy itt volt az ideje mindenképpen, hogy ez a műhely, ez a közösség is akkor ezt elkezdje gondozni ezt a témát, és az a csodálatos ebben, hogy ez legalább annyira szolgál kárpátaljai tudományosság számára, mint ahogy egyébként az egész magyar tudományos élet számára, és akár még Ukrajnának a tudósait is megmozgatja ezen a téren, és bevezeti ezt a témát a közgondolkodásba.